James Bailey teát és Kellen Ritz mérkőzése következik. Ritz 80. a PDC ranglistáján, és a Pro Tour ranglistáról kvalifikálta magát. Tavaly már résztvevője volt a VB-nek, Steve Lennont verte 3-2-re az első körben, és aztán ugyanilyen arányban Danny Noppert-től már kikapott. Most James Bailey az első mérkőzés az idei világbajnokságon. James Bailey is Ausztráliából érkezett. És úgy összeöltöztek, nem? Igen. Yeah. Nézd meg! Egy világbajnoki részvétele volt James Baileynek eddig a 2019-es VB-n dobott, ott Steve Lennon. Na, sorsolták össze és kikapott 3-0-ra. De tapasztalt VB résztvevőnek egyik játékos sem mondható. Ami pedig ugye az egymás elleni statisztikát illeti, ez lesz az első találkozó, tehát eddig még nem játszottak egymással. És a legutolsó torna ugye Ritz számára, a player, meg mindenki számára a Player Championship Final volt, ott a legjobb 16 között Peter Wright-tól kapott ki 10-9-re. Nagyon esen 180! Jó estét kívánok! Megköszönt! Jó napot kívánok! Megjöttem dárcozni! Igen. Itt lehet dárcozni. Igen, itt. Százassal válaszolt a 180-ra. Pá. Egy 65-ös lett csak így. Figyeld, hogy meghajlik a szár. Ilyen hajló szára van. A műanyag egybeöntött, egész műanyag szár tollal együtt. Lehetett látni, hogy mennyire lehajtotta. 180! Közben még egy. Nagyon szeretem, amikor így dobálják a 180-akat. Reméljük, minden legbe lesz kettő. Dob Bailey. Na nézzük 76-ról. Az igen. Nagyon jó. Na nézzük azt a dupla négyet, fontos lenne, meg is csinálja. 14 nyilas leg. Na, ez már jó. 180! Harmadik 180 a meccsen, és a második legben járunk. Délután az utolsó meccsen dobtak 10-et, azt hiszem. Igen. Már ez a legtöbb, hogyha... Megmondom neked pontosan egyébként. Tizenegyet. Nagyon szép, 134.
Pá, ez nem nagyon tetszett neki. Jó. 104, gyönyörű kerekítés így. 167-re. De rengetegen írták, hogy nem lesz a kedvenc játékosuk Béli. Miért? Mert nem szimpatikus nekik. Kénytelenek leszünk így neki szurkolni. Így van, hajrá Béli. Nem, 57-es. Az is tetszik egyébként ez a dárc, hogy ha már most itt tartunk, és figyelme meggyőzni akarok senkit, de talán el lehet mondani néhány szubjektív véleményt is. Közben itt jön az első tripla, hogy gyakorlatilag ahány játékos, minden játékosnak most... megvan az a kis sajátosság egyénisége, ami egyszerűen kell és fontos. Nem és fog is. És színessé teszi ezt az egész dolgot. Igen, igazad van ezzel kapcsolatosan, de közben történt valami, ami nem igazából érthető. Majdnem megcsinálta a 110-et. Béli 64-nél, nem a 14-esen, hanem a 16-osra ment tovább. Tehát, mint hogyha nem kiszálló lenne az ellenfele. Dupla 10. Még mindig dupla 10. Ó, nem dobja be, sima 10-es lett az utolsó nyíl. És így jöhet egy hátsó pályás leg. Egy break leg, meg is oldja 16 nyíllal. És kezdhet is a szettért. 60. Lacinak tetszene így játéka is, mert ő is egy jó tempójú játékos. Ott van. Közben rájöttem, hogy ellenséges szektorról volt szó egyébként. 100-as. Teljesen most az eddigi indigós leget nézzük, akkor most 100-at kéne dobni a Bélinek. Ez volt az első 140 pluszosa egyébként. Hoppá. 44, ez nem volt jó sorozat. Most egy kicsit megakadt angol. Hoppá, de jó játék most az ausztráltól. 140 megint. Oh, 180! Szólják rendesen. Harmadik legnegyedik 180. Az is érdekesség egyébként, hogy 5, azaz 5 darab balkezes játékos van. Nem. Igen, 7 darab balkezes játékos van. A Zonnerfeld, ugye ő kiesett. Ryan Miklott 5 még nem láttuk. Danny Laube 5 még nem láttuk. 3-0, bocsáss meg közben, az első szett Ricci. Jó, majd utána folytatom akkor. És pici pihenő következik most nekik is. 117-es kiszállóval. Mindjárt jön a folytatás. Na. Sky Sporton ezt fogják közvetíteni. Szuper vasárnap, igen. Annyit közben elmondanék, ugye a 117-es kiszállóval egy ötkörös leget tudott Karen Reed összehozni, és így 3-0-val hozta az első szettet. Az első szettben egy 15, egy 16 és egy 14 nyilas leget tudott dobni. Ennek köszönhetően 100,2-es átlaggal tudta hozni az első leget. Tehát
nem akármilyen dologról van szó. Ugye, James Bailey kezdi a második szettet. Nem is akárhogy, egy jó helyezett tripla 20-as, nagyon jó első nyíl. Ó, még egy. A második is. 180! Százas a válasz rá. Ah, ez lecsúszott, sima 20-as lett. 91, nagyon jó volt az utolsó nyíl, a tripla 17-es szélébe az igaz, de jött egy tripla. Százas. Újabb tripla 20-as jó helyen elhelyezve. Érzi egyébként. 83. Ez Béli, hogy valamit kell kezdenie. Nagyon szép. 164-re kerekített. Ajajajajaj, csak 41 a dobás, 164-re rid, tripla 19, tripla 19, ebből így nem lesz kiszálló, 64 viszont igen, marad a 100 pont. Tripla 20-as kell, sima lett ezért tripla 18-as. Az megvan, dupla 16. Bedobja! De szép, 106-os kiszálló. 15 nyíl. Nem rossz meccs eddig. Kicsit grú. Emlékeztet, nem? Engem tudod, kire emlékeztet? Egy ausztrál dárcosra, James Fair. Százas. Ötletes. Egy kicsit most nem jönnek úgy a triplák Ridznek, mint ahogy várta. Most jönnek a triplák Béli viszont Bélinél. Nagyon összerakta, igen. Oda kettő is benne. 140-es. Viszont megint kell. 140 a válasz. Hát nagyon jó meccset játszanak eddig. Most fölé csúszik. Levált. 97-es, 164 a maradék. Előbb van kiszállom hátsó pályán Béli. De kéne rakni most. Riznek egy nagyon jó sorozatot, 140, nagyon jó, 64 a vége. Ötvennégy a dobás, 110 a maradék. Ez nagyon szép, dupla 8, még mindig nem dobja be. Kicsi kellett volna hozzá, de ott marad. 110-ről nézzük.
Ez nagyon jó. 53-mal. 13-as. Megvan. És a dupla 20. 2-0. Ó, de közel volt. 90 a dobás. Mindig a dupla 8, az is mellette. Nem tudja bedobni. Hát ennyi sanszot nem lehet büntetlenül. Ennyi duplát nem lehet büntetlenül megúszni. Dupla 10 ennyi kihagyott duplát, ez hihetetlen. És öt se jön dupla 5-ös. Még mindig a dupla 5. Bedobja! 2-0-ra vezet. Itt a második szedben. Köszönöm, ne felejtsük el, 5-ös szorzó volt Bélire, hogyha ő nyeri a mérkőzést. Ugye ez egy breakleg volt, most kezdhet a győzelemért, a set győzelemért. 45-ös csak a dobás. Aha. 81. Látjuk, hogy milyen magasan voltak az átlagok, és hogy mennyivel visszábestek most. 57-es. Nem jött tripla megint. Megcsinálta a brékleget, és most két nagyon rossz dobássorozattal kezdte a legét. Vagy 140-et. Viszont nagyon jó. Nagyon nagy előnye van most hátsó pályán Riznek. Kilenc megint, tehát hihetetlen, hogy nem dob triplát. Szála se jön, igen, de hát még mindig nagyon vezet. Ugye maradt a különbség. Ez viszont nagyon jó. Száz negyven. Zomna fölzárkózott, és nem tud, de ez jó így, 125-ös. Azt hittem nem tud vele élni, azonnal egy ötössel kezdett, de aztán gyönyörűen korrigálta Ritz, 97 pontja marad így. Mm-hmm. 85-ös, 115 a maradék. Sokkal jobb lehetősége van most. 57-tel 40-re kerekített. 115-ről nézzük. Be van a sarokba! Igen. 15, az is megvan, és megint vissza. A dupla 20-as. Bedobja! 115-öt! Egyenlít, Bailey. Egy-egyel mennek el az újabb szünetre. Mi is elmegyünk egy kis szünetre, és utána majd folytatjuk a harmadik szettel. Na hát akkor ugye egy-egyre állnak itt a második meccsen. Ugye 3-0-ra nyerte az első szettet Callen Reeds, James Bailey viszont 3-0-ra nyerte a második szettet. Ugye jelen pillanatban így állnak. Ugye jön kérdés azzal kapcsolatosan, hogy a nézők ugye nincsenek is, hogy a hozzátartozók bent lehetnek-e. Tegnap ott lettek hozzátartozók, a mai napra nem tudjuk még. Annyit tudok csak, hogy a World Cup of Darts-on egy másik terembe kellett nézni, tehát erre a zárt részre nem lehetett bejönni, hanem egy másik terembe, televízió, ilyen
tévén lehetett nézni a mérkőzéseket, viszont az többször kiderült, hogy kamerán kívül beszélnek oda-oldalra, nem tudni, hogy lehet, hogy ott van, oda beülhettek most a terembe, mivel hogy ott nincs egy elválasztó terem, lehet, hogy oda beülhettek a nézők. És hát a hozzátartozók, ugye beszéljünk erről, de majd megpróbálunk utána nézni. Na, ugye a harmadik szettet Kalen Reeds fogja kezdeni, még az utolsó három bemelegítő nyilát is eldobja James Bailey. Harmadik leg, vagy harmadik szett első leg. Hoppá! 69-el kezdett. Százas. Az az igazság egyébként, hogy most mind a nagyon-nagyon visszaesett Kalen Reeds, és hogyha nem fogja tudni ugyanazt a tempót diktálni, akkor James Bailey át fogja venni az irányítást. Ez bejön kérdés a nyereményjáték 180 nyereményjátékkal kapcsolatosan, de abban a pillanatban, hogy mással foglalni. Ez volt a hatodik 180 a mérkőzésen, 4-2-re vezet Reeds. Tehát a mai kérdés, hányszoros egyéni világbajnok Glenn Durant, és a helyes megfejtéseket, százas, a helyes megfejtéseket a PDC nyereményjáték kukac gmail.com-os e-mail címre várjuk. 57 nem jött most tripla, 140-en marad viszont. Az jó. Az is jó. 140-es, 76 a maradék. Meg kell oldani a 140-et Reedsnek. Megfordult a játékképe. Helyesen. Most már folyamatosan James. 100-as gyönyörű 40-re kerekít. James Bailey tartja állandóan feszültségben Reedset. Folyamatosan ő az, aki előrébb tud járni. 16-os kell, és a dupla 20. 16-os megvan, és a dupla 20. Az egy ötös lett, 35 pontja marad, ezt most nagyon elrontotta. Ugye a kiszállóba 9 volt eddig, 9 kísérletből 3-szor talált el a duplát Bailey, dupla 10 Reedsnek, megoldja. Igen, most vissza. Igen, 17 nyilas. Nyilat a fagy idézőjelbe. Vissza. Téli? Vagy sima? Nem szabad vigyázni kell a torokra, mert hogyha köhögsz, akkor baj is lehet. Gigára megy. Nagyon jó. Százas. 140-re ezt válaszolta. Százas. Teljesen egyformán állnak, de kettőknek két tripla kell a kiszállóhoz. Tehát ugye az előny még Bailey-nél, hisz ő kezdte a leget.
és jól is folytatja. Á, 81 az utolsó, nagyon átcsúszott. Innen se lesz kiszálló, 59. Hoppá, az is egyes. 77-es a dobás, nem egy 122-re. Azt szép, 140, igen. Most ott tudja feszültségben tartani az ausztrált. Addig jó 104, tripla 18. 86-ja van, még mindig tripla 18. Nem dobta be, 3 darab sima 18-as, 54 a dobás. Ó, a 32, majdnem sikerült a 102-es. Nézzük azt a 68-at, fontos lenne. Vérinek megvan, dupla 4. Dupla 2. Nem tudja bedobni. Újabb 3 nyíl a breakhez. Az angol meg is oldja elsőre. 16 nyilas. A 97-es. Wow, 140, nagyon jó hátsó pályás kezdés. De itt jó, is az első nyíl bizonyám, hogy jó. 100-as. Hoppá. 45-ös, ez most nem jól jött össze neki. 140, 134-jel, 137-tel kiszállón lehet, nézd, de ebből így nem lesz kiszálló. 93, egy tripla jött. Az előnyét tudja tartani kezdésből. Közel áll ahhoz, hogy nyerhesse a harmadik szettet. Nagyon szép volt. 137-tel 74 a maradék. Nagyon jó benne a tripla. Legalább 100-at kéne dobni, hogy ő is kiszálló lehessen minimum. 85 így nincs, 6 nyila van 74-re Ritznek. És vezethet 2-1-re. Hogy nyerje a harmadik szettet. 32, nem jön. 16 pontja marad, de még biztos van 3 nyila rá. Ugye azt kell tudni, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese, hogy a James Wade ellenfele lesz majd, ami 18-án, holnap után lesz a legutolsó mérkőzés este. Megoldja! 3-0, így van. És 2-1. És most nincs szünet, most már folytatódik, most kell rendezni a gondolatait. Mélynek ugye ez 3-0 volt.
60. Nem jó kezdés. Lehet, hogy most egy kicsit nagyobb lelki előnyben van Reeds. Jól is kezdett 137-essel, bocsánat. Harminc pont. Nagy bajban van kevés most, Reed. Most, igen. Vagy Véli. Nagy bajban van. Meritz dobja a triplát. Ó, kipattant neki, de így is 80 a dobás. Lent kezd 19-esen valami, lehet, hogy egy kicsit jobban jöjjön neki, jön is a tripla. 95. Ó, 45-ös. Most ő akadt meg egy picit. Hihetetlen hullámzóan játszanak most. Őre 58. Nagyon visszaesett a színvonal a játéknak. Jól kezdte itt. Ugye a leget 137-essel azóta sok volt a hiba. 140. Kellett nagyon. 99 marad. Ott van a tripla, kell egy még a kiszállóc. Kettő is 140, lemegy 118-ra. Na ott áll 99-en, ugye az is háromnyilas kiszálló. 80 dupla, duplára ment rá, nem sikerült 59-el 40-re kerekít. Meg kell oldani a 118-at Bélinek, mert különben beleszaladhat egy breakbe azonnal a negyedik szetben. Ez egy kettőnél nem a legszerencsésebb. Nem jelent jót. Dobja a tripla 20-at viszont, most már 18 kell, és vissza a duplára. Jön a harmadik 100 fölöttie. Nem jön, megint a dupla 20-at hibázza. Megoldja első nyílra. Szenzációs volt most, 16 nyilas, azonnal brékelni tud. És jól is kezd. Milyen jól kezd? 140! Bizony. Itt is jön egy tripla most Bailey-től. 100-as. Jaj, szektorhiba megint. 45-ös. A második már benne. 140. Megpróbál azonnal visszavenni az elbukott kezdést Béli. Az életért kell most küzdenie. 100-as. Ez is jó. 140. Százas megint, 116. És ott van a sans, 121-et kéne megoldania. Aj, ebből így nem lehet kiszálló. Ebből a három nyílból 85-ös. 36-ra megy le. Kell a tripla 19.
Dupla 20. Megoldja 116-tal. 2-0, és bár Véli kezdve nem hibázhat most már. Nem bizony. Egy 15-nyi a 116-os kiszállóval. Száz 87. Nem tudod csak 57-tel válaszolni rá. Five. 45-ös, a 180 után egy rossz kezdés, vagyis hát rossz folytatás. 100-as. De Bélinek mindenféleképp kell hozni a leget. Nem csak azért, mert saját kezdése, hanem most már olyan hátrányban van, mint a hármat egymás után. 100. Az jó, 140. Gyönyörű. 40-re kerekít 136-tal. 43 csak. Igaz, kiszálló, de nagyon magas. Ó, dupla 10. Bedobja! Hozza a saját kezdését, viszont most Ritz kezdhet a győzelemért. Kell egy jó kezdés. Igen, mindenféleképp. A 137-re valahogy reagálni kéne, de nem jön tripla. Nem jön tripla, csak 96. És bocsánat, idézőjelbe természetesen a csakot. De eldobta ezt oda, 44. Megint jó kezdés, utána rossz folytatás. Ki tudja használni az ausztrál? És dob egy triplát bizony. Bizonyám. 85-tel. Csak egyenlíteni tudod, de még mindig a kezdésből adódó előny. Riznél 96. Hát, az most jön a tripla. Az alá vágódik. 100-as. Teljesen egyformán. Oda nézd, de jó. 140, marad a 84. Egyre közelebb a győzelemhez. Galen Reeds. Hatvan. Nagyon jó. Bedobja! És ezzel megcsinálja az első meccs nyilát. Nagyon szép játék. 3-1-re hozza a negyedik szettet is, és ezzel 3-1-jel tovább jut. Az utolsó szedbe 95 fölötti átlaggal, egyébként 93 és feles átlaggal zárta a mérkőzést. Úgyhogy ő lett James Wade ellenfele majd.
és jön majd a folytatás. Bemutatkozik a világbajnokság egyik Női játékosa Adam Hunt és Lisa Ashton mérkőzése következik majd rövidesen.